A bajnok esélyes vendégcsapat szinte felszántotta az erdélyi ferenctéri sportpályát a makóiakkal. A pécsi együttes hamar eldöntötte a meccset, már a 7. percben megszerezték vezetésüket. A marosmentiek sok hibával és kidolgozott helyzet nélkül futballoztak, így Kónya Dávid mesterhármasával ért véget az első félidő. A második játék részben sem jelentettek nagy veszélyt rakoncaiék a vendéggárda hálójára. Azonban a pécsiek tovább gáláztak, és még 4 góllal ajándékozták meg magukat. Bata Kristófot követve Horváth Péter duplázott, és Károly Bálint is kapuba talált. Tehát a végeredmény M-foci Kft. Pécs 0-7. A marosparti együttesnek ez volt a 7. veresége 10 forduló alatt, és ezzel továbbra is a tabella utolsó helyén szerénkednek. Méhes Tibor együttese most szombaton rangadót játszik, ugyanis Mórahalom otthonában lépnek pályára. Az MB2 délkeleti csoportjában szereplő Contitec Makói KC férfi kézilabda csapata a hétvégi fordulóban. Az őszi szezon 4. vereségét szenvedte el a jelenlegi tabella második helyén álló Mezőtúl csapatától. A makói gárda mindvégig jól játszott és tartotta a vendégek által diktált iramot. A 14. percben 5-5 volt az állás. Az első félidőben fej-fej mellett haladtak az együttesek, így 11-11-es döntetlennel vonultak le a pályáról. A második játék részben a hazai csapat technikai hibákat vétett, és ezt kihasználva a mezőtúliak a 45. percben 3 egymás utáni góllal megszerezték a vezetést. Ekkor 17-20-at mutatott az eredményjelző tábla. A marospartiak futottak az eredmény után, azonban az 52. percben a bajnok esélyesek ismét 3 találattal ajándékozták meg magukat. Ezt követően a helyieknek már nem sikerült sem egyenlíteni, sem vezetést szerezni. Tehát a végeredmény Contitec Makói KC Mezőtúl AFC 21-27. Gera Norbert vezetőedző a mérkőzést követően elmondta, a második félidő feléig tudtuk tartani az MB1B-be fellépni akaró vendégek játékát, azonban a végén a nagyobb rutin bedarálta a fiatal csapatát. A makóiak a héten az október 21-ei kondoros elleni mérkőzésre készülnek.